Mai videóban megnézzük, milyen kártya is az új AMD Radeon 7 valójában, megéri az árát, jó kártya ez, vegyek, ne vegyek, és jó pár olyan dologra is rávilágítunk, ami azért nem mindennapos dolog egy kártyánál, és szerintem sokan nem is gondolnátok rá, úgy kb. Soha, pedig elég lényeges információ. Ha valaki látta az előző videóm, akkor tudja, hogy ez a kártya miért létezik. Ha valamilyen oknál fogva nem láttad volna, akkor itt be tudod pótolni. Így dióhéjban annyit, hogy azért került ki ez a kártya a Navi kártyák helyett, mert azok egész egyszerűen nem lettek kész határidőre, de inkább adják ki jó, mint sietve hibásan, ami elég ironikus gondolat lesz majd a videót folytatva. A Radeon 7 a GCN, azaz a Graphics Core Next architektúrán alapul, ugyanúgy, mint minden kártya a HD 7000-es széria óta, csak ez annak az 5. generációja. Ugyanúgy, mint az előző Vega kártyák, ez sem játékra készült. Ez egy ugyanolyan compute kártya, amit az AMD szerint kicsit játékra optimalizáltak, bár ez inkább olyan ráírjuk a dobozra, hogy ott legyen, mint inkább valós állítás. A Radeon 7 a Vega 20 7 nanométeres architektúrájára épül, 3840 stream processzor tartalmaz 60 compute unitban. 16 GB HBM cím memóriával érkezik, egy 4096 bites óriási memória interfészsel, 1 terabyte per másodperces sávszéllel. Két 8 pines PCI Express áramcsatlakozóval rajta, ami a max felvehető teljesítményt 300 wattban határozza meg, és az ára $700. Az előző Vega 14 nanométeres csipekhez képest az AMD-nek az új noddal sikerült 32%-kal lecsökkenteni a GPU chip méretét, és emellett 6%-kal több tranzisztort bepréselni a kisebb chipbe. Annak ellenére, hogy ekkorát csökkent a chip mérete és a gyártás technológia is a felére csökkent a nanométer tekintve, a kártya egyáltalán nem lett hatékonyabb, mert ahelyett, hogy a fogyasztást tartották volna szem előtt, az AMD-nél sokkal inkább magasabb órajel elérése volt a cél, ami kicsivel a régebbi Vega kártyák fölött van, 1400 MHz-es base és 1750 MHz-es boost-tal, ami 1800 MHz-re is felugorhat egy-egy pillanatra, Isten tudja mikor, meg hogyan, de az AMD ezt mondja. A Radeon 7-t az előző kártyákkal ellentétben nem blower style ventis referencia hűtővel szereltek, hanem három ventis vapor chamber hűtést kapott. Ez is gondolom olyan lépés volt az AMD-nél, mint a Navi kártyák neve, hogyha valaki látta az előző videón. Ha az Nvidia most gyárilag két ventilátort ad, akkor mi adjunk hármat. A ventik kerete egyébként műanyag, de a hátlap az rendes alumínium. Szerintem elég jól néz ki a kártya, mindenképp jobban néz ki, mint az a pöttyös Vega 56 és 64 nézett ki azzal az undorító referencia hűtővel. Aztán visszatérve erre a kicsit játékra optimalizált, erősen idézőjelben kártyára. Ha valaki látta, hallotta már a Radeon Instinct MI50 nevet, akkor azt tudja, hogy ez a kártya 90%-ban ugyanaz, szóval ez távol áll egy gamer kártyától szinte minden viszonylatban. A Radeon Instinct kártyák szerverekbe valók, számolásra, deep learningre való kártya, és a Radeon 7 egyáltalán nem más. Emellett ugyanazon az architektúrán alapul a Radeon 7 is, mint a Vega 56 és 64, csak a gyártás technológia változott, a GlobalFoundries 14 nanométeres LLP-ről a TSMC 7 nanométeres FinFET-re. És mivel az előző Vega kártyák sem voltak túl jók játékra, így ebből elég sok mindent előre le tudunk szűrni. Ami viszont változott, az az, hogy 16 GB HBM2 memóriával érkezik a Radeon 7, az előző szériák 8 GB-jával szemben. Ezzel együtt a sávszél is megduplázódott, ami nagyon kellett, mivel ennek az architektúrának előzőnek a memória sávszél volt a bottleneckje. A rossz hír az az, hogy ezt csak úgy tudták elérni, hogy még 2 darab 4-es stacket pakoltak be a chip mellé, ami jóval több VRAM-ot jelent a kártyán, ami bármelyik játéknak kelleni fog, és a plusz 2 HBM stack felelős azért, hogy a kártya ennyibe kerül. Viszont az AMD-nek nem volt más választás, mivel a Vega architektúra csak és kizárólag HBM memóriával működik, és az egyetlen módja annak, hogy a memória bottlenecket eltávolítsuk, az az, hogy megduplázzuk a HBM stackek mennyiségét, ezzel megnövelve a memória interfészt, és végeredményben a sávszélt, ami egy agybomlasztó, fekete lyukakat megsemmisítő 1 terabyte per másodperc, atya világ. Na de nézzük, mennyiben változtatta meg ez a kártya játékokban nyújtott teljesítményét. A helyzet az az, hogy egyelőre nem igazán lehet tudni 100%-os pontossággal. A Radeon 7 piacra kerülésének körülményei sajnos a driveren is érződnek, és a siettetett szoftver az mindig olyan, mint amire gondolsz, bugos, mint az állat, mint ahogy ahhoz sajnos már mi gamerek eléggé hozzászoktunk minden játék indításán az elmúlt pár évben. Több youtuber is folyamatos kék halába fekete képbe ütközött tesztelés közben. Ettől függetlenül a kártya úgy szerepelt, mint ahogy vártam. Volt, hogy lépést tudott tartani a 2080-nal, volt, hogy nem, és nagyon kevés esetben sikerült túlszárnyalni azt. Akkor is legtöbbször AMD hardware optimalizált játékoknál. Ez persze nagyban függ attól, hogy milyen motort használ egy-egy játék, és low vagy high level API-ról van-e szó. Ha nem tudod, mi a low és high level API, akkor ajánlanám számodra, milyen GPU-t vegyek videóm, további infóért a jobb felső sarokban. A tesztelt játékokat és azok értékeit megtaláljátok a leírásban. Külön nem részletezném őket itt a videóban, mert nem 100% pontosak, és a javított
Driverrel újra kell majd tesztelni ezeket mind. A cikkekben található grafikonokból mindenki le tudja majd szűrni a saját maga következtetését, szerintem nagy rész csalódni fogtok. Ami a legkiábrándítóbb az az, hogy a Radeon 7, hogyha a GTX 1080 Ti mellé tesszük. A GTX 1080 Ti egy 2017-es kártya. A 2017-es évnek is az elején lett kiadva. Annak ellenére, hogy 16 nanométeres nóddal készült, csak maximum 250 wattot fogyaszt, ami a legtöbb esetben nincs is 250, de jóval nagyobb a teljesítménye, mint a Radeon 7-nek, ami többet is eszik, pedig modernebb két évvel, fiatalabb gyártás technológiával készült, és egy két éves kártya elveri szinte minden tekintetben, ha játékról beszélünk. És emellett, ha normális hőmérsékleteken szeretnéd tartani a kártyádat játék közben, akkor egy porszívóval vetekedő zajmennyiséggel kell megbirkóznod. A három ventilátor a kártyán 3000 RPM-re is felpörög, amit azért egyáltalán nem vártam volna egy ekkora három ventis nagy hűtőpordás gőzkamrás hűtőtől. Ennek az oka az, hogy nem csak magát a kártya kiadását sietették, hanem a hűtőjét is sajnos. Annak ellenére, hogy sokkal fejlettebbnek tűnik a hűtő az előző széria vég a kártyákhoz képest, a valóság full az ellenkezőjét takarja. A kártya szétszedése után többen meglepődtek azon, hogy nem thermopaste volt a GPU és a hűtőborda között, hanem egy grafitból készült vastag thermopad. Láttam már ilyeneket és nem szerepeltek rosszul, viszont ez, amit az AMD használt a Radeon 7-ön, furcsán vastagnak tűnt. Csak akkor látunk thermopad alkalmazást, ha egyenetlen felületeken kell megoldani, mint például az alaplapok VRM hűtőbordáinál. Aztán a Gamers Nexus tesztelte a chip és a hűtőborda érintkezését, és egyértelművé vált, hogy azért használtak vastag thermopadot a pasta helyett, mert más választásuk nem volt, ha azt akarták, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a chip és a borda a jobb és egyenletesebb hűtés érdekében. Igen ám, de minél vastagabb az az anyag, amit a hőátadás hatékonyságának növelésére alkalmazol, annál több hőreked meg a chip és a hűtőborda között, azaz csökken a hőátadás hatékonysága. Viszont jelen esetben ez is jobb, mint a sima paszta, mivel a pasztával jelen esetben nem tudod lefedni a chip teljes felületét, és olyankor a chipnek egyes részei sokkal melegebbek lesznek, mint a többi, és emiatt akkor is veszítesz megahertzet a GPU chipen, ha nem mérsz magas GPU hőmérsékleteket. Ennél a kártyánál a gagyi hűtési csatlakozás miatt a pasztát helyettesítő karbonlapkát az AMD helyesen használta, de ennek a problémának soha nem szabadott volna előjönnie. A hűtőt úgy kellett volna megtervezni, hogy az normálisan felül a chipre, érintkezik rendesen, a hűtőt mondjuk síkba csiszolják, de nem így történt. Ezt a kártyát, ha valaki megveszi, soha ne szedje szét, mert nem fogja tudni újra pasztázni, és teljesítmény fog veszíteni, mert több helyen vannak elhelyezve hőmérséklet diódák a chipben. És azoknak az átlagát kapott-e meg a wattmenen belül, ami kívülről úgy néz ki, hogy minden rendben van és totál jók az értékek, de azt nem látod, hogy a chip másik sarkánál nincs rendes hűtőborda érintkezés, mert mondjuk kifolyt onnan a paszta a melegedés után, és 110 fok fölé melegszik azon a területen a chip, és annak érdekében, hogy ne ölje meg magát, az egyetlen dolog, amit tehet, az az, hogy lejjebb veszi az órajelet, és az 1800 MHz-es peak órajel megy is egyből a kukába. Inkább hagyd úgy hibásan a hűtést, ahogy van, mert különben csak rontasz a helyzetem. Mivel egy compute kártyáról van szó, gondolni kell azokra is, akik ezt a kártyát azért vennék meg, hogy arra használják, amire lényegében tervezve lett, nem pedig játékra. Tech Jesus Steve a Gamers Nexus-tól tesztelte olyan feladatokban is a kártyát, amire valójában azt készítették, és van, hogy 70, van, hogy 50%-kal gyorsabb, mint a 2080, ami azért nem gyenge, ha valakinek ilyen feladatra kell a kártya, nem pedig zombikat pofán verni rozsdás vasdarabokkal, és közben úgy röhögni, hogy a monitoron landol a vacsorád is. Ez a fölény itt nem a HBM2 memóriának és annak brutál sávszélének köszönhető, hanem a GCN Compute architektúra erre lett tervezve, és ez látszik is. Most már feketén-fehéren szerintem mindenki számára világos, hogy ez nem egy gamer kártya, annak ellenére, hogy igazából gémelni lehet vele. Ez kicsit olyan, mint amikor veszel egy 2700X-es procit, és beleteszed egy legalja, a legolcsóbb A320-as labba. Amit egyébként már nem egyszer láttam embereknél a csatornámon, az, hogy az a proci elindul abban a labban, nem azt jelenti, hogy az úgy jó. Ez ugyanígy igaz a Radeon 7 kártyára is. Attól, hogy tudsz vele gémelni, ez igazából nem egy gamer kártya. Amit viszont itt kiemelnék, az az, hogy volt, hogy 30%-kal is gyorsabb volt Radeon 7, mint a Vega kártyák, és abból is az erősebb a Vega 64, annak ellenére, hogy 4-jel kevesebb compute unitot tartalmaz, és 4096 stream processzor helyett 3840-et találunk csak ezen a kártyán. Ami azért nem elhanyagolható fejlődés, viszont ezért egy elég Nvidia-s kinézetű 70% plusz kell fizetnünk, ami már sajnos elég ismerősen hangzik. De itt legalább indokolt az ár, és nem fantom tulajdonságok miatt kell kiadni a pénzt, hanem egész egyszerűen azért, mert a kártyát iszonyat drága legyártani a HBM című memória miatt, így hiába tűnik magasnak az ár, az azért lett ilyen magas, hogy minél kevesebbet bukjanak rajta, mert a valóság az az, hogy hiába vesznek emberek Radeon 7-t, minden egyes
kártyán lóvét bukik az AMD. Ami azért az Nvidia-nál legalább 60%-os profittól nem kicsit tér el. Az előző videóban taglalt dolgok sajnos valóságá váltak a Radeon 7-nel kapcsolatban. Ez a termék egy az egyben olyan, mint amire számítottam, miután egyre többet és többet tudtam meg róla. Azért jött ki, hogy valami legyen a piacon, még elkészülnek a Navi kártyák, és ez igazából olyan is. Mint amikor valaki nagyon éhes, de gyorsan kell enni valamit, és egy teljes értékű faszakis húsleves helyett inkább bever egy zacskós kínait. Na itt a Radeon 7 az acskós kínai, és lényegében a Navi kártyák helytartója, egészen addig ül a széken is melegíti azt, amíg azok ki nem jönnek. Erre tényleg szükség volt, csak és kizárólag azért, hogy az AMD ne váljon teljesen irrelevánssá a GPU piacon, mert ugye a Navi kártyák sem lesznek a super high-end részei, és a 2080 Ti-ja fognak vetekedni, nem, hanem inkább a sokak számára kellő kedvező áru közép és közép felső mezőny fogják megcélozni. És akkor a végére kis összegzés. Ajánlom én ezt a kártyát. Gamingre egyáltalán nem. Ha másra kell, akkor inkább, de totál mindegy mit mondok, mert nem lehet megvenni. 20 perccel azután, hogy elérhetővé váltak a webshopokban, elfogyott az összes. Nem azért, mert annyira kellendő lenne ez a darab. Persze mondjuk, ha valakinek compute workloadra kell a kártya, akkor az érthető, annak igazi oka van, hogy ezt a kártyát meg szeretni venni, de tök mindegy, mert mindenhol sold out, és ennek csak egyetlen egy oka van, az, hogy egy maroknyit gyártottak belőle. Ha valakinek nagyon kéne egy ilyen kártya, és totál el van keseredve, hogy lemaradt róla. Lisa Su, az AMD vezérigazgatója írta Twitteren, hogy a kövi hetekben várható a készletek feltöltése, de én akkor sem számítanék hatalmas mennyiségre, úgyhogy figyelni kell majd keményen, ha valaki mindenképp szeretne egy Radeon 7-t magának. Ezt a gyártunk egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy elmegye, ha elment, akkor utána gyártunk megint egy keveset, módszert lépcsőzetesen fogja alkalmazni az AMD, mert így teszteli a piacot, mert véletlenül sem akarnak többet gyártani, mint kéne, ami totál érthető, mert egyik kártyán sem keresnek pénzt, ami azért elég durva, ha belegondolunk. Ennyi fért volna a mai videóban. Tudom, hogy sokan vártatok volna végre valami ütőset az AMD-től, egy kis versenyt a GPU piacon, talán lejjebb jönnek az Nvidia árak, de az nem a Radeon 7-nel fog megtörténni. Én csak azt tudom tanácsolni, hogy várjatok a nyárig, míg kijönnek a Navi kártyák, és soha nem látott ár-érték arányal felkavarják az állóvizet, és emellett ezt a Radeon 7 kártyát kezeljük úgy, ahogy kell, egy compute kártyának, és egyáltalán ne a gaminggel kössük össze. Te csalódtál a kártyában, vagy tudtad mire számíts, és így nem ért nagy meglepetés? Írd meg kommentben! Ha tetszett a mai videó, kérlek jutalmazd meg egy lájkkal, esetleg egy megosztással. Iratkozz fel, hogy a jövőben egy ilyen videóról sem maradj le, és ha már arra jársz, könyököld halántékon azt a harangot. Köszi, és szép napot!